Köszöntöm Önöket Szivárvány magazin műsorunkban. 1989 óta emlékezünk meg január 22-én a himnusz megszületéséről. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be költeményét, így ez a dátum lett a Magyar Kultúra Napja, melyet országszerte különféle programokkal ünnepelnek. A Bálos Lajos Általános Iskola már hosszú évek óta mesemondó és rajzversennyel köszönti a jeles eseményt. Országszerte valószínűleg nem található olyan iskola vagy kulturális intézmény, ahol valamilyen formában ne emlékeznének meg a himnusz befejezéséről. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Ilyenkor a Kultúra Napján mindig megemlékezünk erről a nevezetes napról, hiszen ez a magyarság történetében, a kultúránk történetében egy nevezetes dátum. A megemlékezés két szinten történik, vagy kétféleképpen történik. Két versenyt szoktunk ilyenkor rendezni, egy mesemondó versenyt és egy rajzversenyt, ami most épp mögöttem zajlik, a rajzverseny része. A mesemondó versenyen nyilván a magyar költők, magyar írók műveiből hangzanak el részletek. Itt a rajzversenyen is kötődünk az irodalomhoz, a költészethez olyan szempontból, vagy olyan vonatkozásban, hogy a gyerekeknek az illusztrálandó feladat az mindig egy magyar szerző műve, irodalmi műve. Így van ez a mai alkalommal is. Most a gyerekek választhattak egy József Attila vers és két Kányádi vers között. És azért adjuk mindig ezt a választási lehetőséget, mert az a legfőbb célunk, hogy egyrészt ugye a művészeti ágakat próbáljuk meg egy kicsit összehozni a gyerekek képzeletében és az alkotás folyamatában is. Nagyon-nagyon sok festő, művész, irodalmi művek sokaságát dolgozza fel a képein és alkotásain. Ezt csináljuk most itt mi is, és a feladat az, hogy olyan verset válasszanak a három lehetőség közül, amely a legillusztratívabb, tehát képileg a legkönnyebben megjeleníthető. Nyilván ez teljesen szubjektív dolog lehet, mert egyik gyereknek a lelki világát, az érzelem világát. Egy bizonyos kép ragadja meg a másiknak más, de hát pont ezért szép és izgalmas ez a dolog, mert így sokféle alkotás fog születni. Annyiféle megközelítés, ahányan vagyunk, mert hogy mindenkiben másképp csapódnak le azok az érzelmek, amelyek egy-egy irodalmi alkotás során keletkezhetnek. Mi alapján lett ez a három vers kiválasztva? A legfőbb szempont az volt, hogy mindenféleképpen magyar költőknek a műveiből. Nyilván én, mint rajztanár, azt a szempontot tartottam fontosnak, hogy ezek érthetőek legyenek, tehát olyan nyelvezetőek, életkoroknak megfelelő, tehát itt felsős gyerekek vannak, 5-től 8. osztályos felsős gyerekek életkori sajátosságaihoz, a kamaszkornak, ehhez a világához kapcsolódjanak, és a másik fontos szempont, hogy képileg tartalmazzanak olyan elemeket, amelyek könnyen megjeleníthetők, és amelyek kifejezőek annak, aki majd ezeket az alkotásokat meg fogja nézni. Most a rajzversenyünkre a város iskolái, általános iskolái, felső tagozatai minden iskolából eljöttek, és Nádudvarról és Nagyhegyesről érkeztek még gyerekek. A jelenlévő közel 30 diák alkotásai közül fogjuk majd kiválasztani évfolyamonként a három legjobbat. Semmit nincsen, a legnagyobb kincs örökké.
a rajzversennyel karöltve megrendezett mesemondásra és több környező település iskolájából érkezett nevező. Mikor nőtte ki magát kistérségévé ez a mesemondó verseny? Igazából ő mindig is úgy szervezte az iskolánk, hogy a város, illetve a környező települések iskolásai számára 5.-6. osztálynak, és mesemondó versenyként hirdettük meg, hiszen ez az 5.-6. korosztály még nagyon szereti a meséket. Talán közelebb áll hozzájuk, mint hogyha versmondó versenyt rendeztünk volna. Hány pályázó érkezett? 11-en gondolták úgy, hogy megpróbálják, és 9-en érkeztek meg. Gondolom, hogy betegség szezon van, és amiatt csökkent a létszám. Érkeztek esetleg más városból is? Igen, a nagyhegyesiek mindig szeretettel jönnek. Szovát, Ebes számára is meg lett hirdetve. Nem tudom pontosan, hogy onnan most érkezettem, mert mi nem láttuk a cédulákat. Ugye anonima verseny, csak a számokat látjuk még ilyenkor. Majd amikor kitöltjük az oklevelet, akkor fordítjuk fel a kis papírokat. Mit jelent a gyerekeknek mostanában a mese? Én azt gondolom, hogy egyre kevesebb sajnos a meseolvasás, egyáltalán a könyvolvasás, és mi nagyon próbáljuk biztatni őket arra, hogy szeressék. Ugye országos kampányok is vannak erre, hogy meséljenek a szülők a gyerekeknek, és mi szeretnénk azt, hogyha a gyerekek egyre többet olvasnának. Fontos az, tanulságos is lehet a számukra, a szókincsük is gyarapszik azzal, hogyha mesét olvasnak. A verseny de évről évre lett megrendezve, lett valamilyen változás a számban? Nem. Ugyanaz a kritérium, mesemondó verseny, az említett 5.-6. osztály számára kistérségből érkezhetnek, 5 perc az, amennyi rendelkezésre áll a számukra. A jelentkezők számával kapcsolatban lett valamilyen változás azóta, kevesebben jönnek, vagy esetleg több az érdeklődő? Nem, azt gondolom, hogy ez az átlag mindig ilyen 10-10 körüli létszám szokott részt venni. Ezzel a macskával nagyon mostohán bánt az asszonya, elkeseredett erősen, s nagy bújjában bánatában fogta magát, otthagyta a gazda asszonyát, s elment világgá. De hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt útnak indult volna, az udvaron talált egy nagy vörös répát, szekeret csinált belőle, nagy hirtelen fogott két egeret, azokat a szekér elé fogta, s úgy indult bújdosóba. A mesemondók közül a zsűri végül Nagy Gergő történetét találta a legszebben előadottnak, valamint külön díjjal jutalmazta Pincés Izabellát. A rajzversenyen 5. osztályos kategóriában Fejes Alíz, a 6. osoknál Ungai János, a 7. eseknél Kovács Dorka, a 8. osztályosoknál pedig Kisvirágműve bizonyult a legszebbnek.